Sok szeretettel köszöntöm a nézőket, és köszöntöm vendégemet, a stúdióba Pintér Ádám önkormányzati képviselő urat, akivel most elsősorban arról fogunk beszélgetni, hogy ugye múlt héten írták alá a szerződést, mely értelmében elkezdődhet itt Szentendrén is a csatornázás a Pismányi város részben. Mikor kezdődött ennek az egész projektnek az előkészítése? Igen, sok szeretettel köszöntöm én is a nézőket. Ez egy nagyon hosszú folyamat volt. A kistérség polgármesterei még 2009-ben határozták el, hogy az uniós előírásoknak megfelelően az állandó lakóövezeteket csatornázni kell, ugye 2015-ig, hogy előkészítik ezt a csatornázási pályázatot. 2010-ben kezdődött el a lakosságnak a szervezése, mert ugye az volt a szabály, hogy az állandó lakóövezetekben, amelyik telek vízbekötéssel rendelkezik, ott kötelező a csatornázás 2015 végéig, mert utána az uniós előírásoknak megfelelően jelentősen megemelkedik a talajterhelési díj, ami jóval több lenne, mint a csatornadíj. Nem beszélve arról, hogy nyilván a Dunakanyar és itt Szentendre is egy nagyon fontos vízbázis, a fővárosnak a vízellátását is innen biztosítják, és hát talán Európa legjobb minőségű folyóvízből vett vize van itt a környéken, amit nagyon fontos megvédeni, mert az eddig használt emésztőgödrök azok nyilván szivárognak is, és komoly környezeti veszélyforrást rejtenek magukban. Na most ez a lakossági szervezés, ez nagyon nehéz volt, ez akkor kezdődött pont, amikor 2010-ben képviselőnek választottak, és akkor szembesültem azzal, hogy nagyon nehezen halad a szervezési folyamat, mivel ez a csatornázási fázis most a Szentendrén nagyrészt a Pismányhegy gerincétől északra, tehát Leányfalu felé esedékes, mert a többi rész az nagyjából csatornázásra került már a korábbi években. Egy-egy részen lesz még a belvárosban, akár a Pismány északi oldalán, meg a Sztaravodai út mellett is, de ez csak pár telket érint, tehát nagyrészt ezt az én választókörzetemet érinti most. Ezt hány lakó ingatlan úgy körülbelül egyébként, ez akit most érinteni fog? Szentendrén egész pontosan 717 telket érint, és hát őket kellett megtalálni annak idején, mert a pályázatnak az volt a feltétele, hogy a lakosság kétharmada akarjon csatlakozni ehhez a projekthez, és ezt kellett pár hónap alatt elérni, hogy kétharmadnyi rész aláírja a szerződését. Na most ezt követően akkor 2010. decemberében alakult meg a Dunakanyari Csatornami Vízgazdálkodási Társulat, ami úgymond a lakosság képviselője, és a projektben ezt a 15%-os lakossági önrészt biztosítja. És mi volt elsőlegesen, ami a legnehezebb volt a szervezésben annak idején? A legnehezebb az volt, hogy ez a terület már rengeteg üdülő ingatlannal rendelkezik, és itt mivel csak hétvégenként jó időben vannak kint a tulajdonosok, vagy egyes esetekben még akkor se, ezért nagyon nehéz volt őket elérni. Főleg azért, mert nagyon sokan a földhivatalban, hogyha elköltöztek az állandó lakcímükről, azt nem jelentették be. Tehát a mi leveleink azok mentek egy olyan címre, ami már rég nem élt. Ezzel még a mai napig is gondok vannak, tehát nem sikerült mindenkit elérni. Úgyhogy ezúton is szeretném kérni akkor ott a szomszédokat, akik tudják, hogy lesz csatornázás a környéken, hogyha látják a többieket, akkor tájékoztassák őket, hogy tényleg elindul a projekt, és folyamatban van ez a fejlesztés, mert nagyon fontos, hogy mindenki csatlakozzon, mindenki jobban is jár, hogyha minél hamarabb csatlakozik, és fizeti a lakossági önrészt, mert például a lakástakarék pénztári szerződéseknél a 30%-os állami támogatás csak akkor jár, hogyha pontosan fizetik a részösszegeket. És itt mennyi az az összeg, amivel önrészként csatlakozni kell a lakóknak? Összességében telkenként 240 ezer forint, de itt változnak a fizetési konstrukciók, többféle módot lehetett választani. Volt olyan, aki azt választotta, hogy teljes összegben befizeti az egészet, letudja, és akkor nem kell ezzel foglalkozni a jövőben. Illetve cégeknek, tehát amik nem magánszemélyek tulajdonában voltak, csak ez volt választható. Emellett volt közvetlenül a
társulatnak befizetendő részösszegű fizetés, ami nem lakástakarékpénztári, illetve a legtöbben a lakástakarékpénztárt választották pont a 30%-os állami támogatás miatt. Itt futamidőtől is függött, hogy milyen szerződést kötöttek, de így körülbelül 180 000 forintos összeget kell azoknak befizetni, viszont ennél van az, hogy csak akkor jár a támogatás, ha rendszeresen fizetik. Ezzel most annyi gond volt, hogy ugye, amint mondtam, 2010-ben alakult meg a társulás, vagy illetve a társulat, mert a társulás az önkormányzatokat képviseli, majd arról is beszélek egy kicsit, hogy ott hogy áll most a munka. És itt az volt a probléma nyilván, hogy ennyire húzódik a projekt a közbeszerzési eljárások, meg egyéb engedélyek beszerzése miatt, és sokan már kételkedtek benne, hogy jó, fizetjük, meg jött a felszólítás, de hát nem történt semmi, úgymond 3 év alatt, tehát amíg nem látnak kapavágást, addig nem akarnak fizetni. Úgyhogy ennyi probléma volt, még jelenleg is van, körülbelül 30%-os elmaradás tapasztalható a befizetésekben, de remélhetőleg most, hogy már konkréttá vált, hogy indulhat jövő tavasztal az építkezés, így már rendbe jön a lakosság fizetési hajlandósága is, úgymond. És egyébként mi a határidő, ameddig be kellett, vagy be kell fizetni ezeket az önrészeket? Ez egy olyan 5 éves, 5 illetve 6 éves futamidővel van, tehát ez már jóval a projekt zárása után ér véget majd a befizetés, tehát erre még van idő, úgymond, rendezni a tartozásokat, és hát nagyon nem szeretnénk az önkormányzat részéről, mert az önkormányzat nyilván kezességet vállalt a beruházásra, hogy amennyiben nem érkeznek meg a befizetések, akkor sajnos kénytelen lesz a város adók módjára behajtani, de ez nyilván senkinek nem jó, úgyhogy ezt el kéne kerülni. Ugye hát tavasszal indulhat majd a munka, amivel megvan már a kivitelező és aki végzi majd a feladatokat. Hogy lesz konkrétan? Tehát mik lesznek a konkrét lépések? Mennyire kapnak majd a lakosok tájékoztatást arról, hogy mikor pontosan, hogy kezdődik a munka? Gondolom lesznek azért forgalomkorlátozások vagy útlezárások is az építkezések miatt. Persze, természetesen egy ilyen építkezés azért komoly szervező munkával jár. Ugye múlt szerdán sikerült aláírni ezt a bizonyos kivitelezési szerződést, és most a Dunakanyar konzorcium néven nyerték meg egyébként ezt a pályázatot. Ez 2 cégből áll, a Penta Kft-ből, illetve az Áhíd építő cégből, és nekik mostantól, e héten kezdődnek egyébként az egyeztetések, az lesz a feladatuk, hogy először egy úgynevezett organizációs tervet tegyenek le az asztalra. Ez tartalmazza azt, hogy mikor, milyen ütemben, hol szeretnének majd munkát végezni. Emellé kapcsolódik természetesen az organizáció, az egy közlekedési terv is, mert nyilván biztosítani kell a lakosság hazajutását, és ezt követően készülnek el a végleges kiviteli tervek, ami azt jelenti, hogy a kivitelező cég munkatársai minden egyes érintett ingatlan tulajdonost fel fognak keresni, megpróbálnak vele egyeztetni, mert nyilván egy teleknek van x méter hosszúságú kerítése, hogy a lakos hol szeretné, hogy bekössék a csatornát, ami neki a legjobb, és után, mert a projektben 1 métert viszik be a telekre magát a vezetéket, onnantól a szennyvíz csatlakozásig a lakosnak kell magának majd kiépítenie. Úgyhogy ezek nyilván komoly egyeztetéseket igényelnek, és hát el szeretném mondani, hogy itt természetesen én magam is szeretnék segíteni, hogy minél kevesebb kellemetlensége legyen ebből a lakosságnak, de ugyanakkor meg türelmet is szeretnék érni, mert egyrészt az építkezés végére ugye nyilván a csatornázott telkek értéke is növekedni fog, illetve az útfelújításokkal, amit a csatornázást követően lesznek, azokkal sokat fog javulni a környék úthálózata is. És egyébként mi lesz azokkal a lakókkal, telkekkel, akiknek a tulajdonosai úgy döntenek, hogy nem csatlakoznak a csatornázáshoz? Ez egyáltalán megtehetik-e, vagy pedig kötelező csatlakozni? Megtehetik, csak rosszabbul fognak járni, mint akik csatlakoznak, mert az uniós előírások szerint az olyan telkeknél a lehetőség lett volna csatornázáshoz csatlakozni, és nem csatlakoztak,
ott körülbelül 10-szeresére fog emelkedni az úgynevezett talajterhelési díj, amit az emberek majd a vízszámlájukon fognak tapasztalni, tehát hosszú távon nagyon rosszul járnak azok, akik nem csatlakoznak hozzá, illetve hát egy ilyen csatornázási projektnél, hogyha megvan a kétharmados lakossági részvétel, akkor úgymond kötelezetté válnak az adott területen lévő telkek, ha akartak csatlakozni, ha nem. És ezért nagyon fontos, hogy inkább minél hamarabb, hogy kisebb részletekben tudják törleszteni a kötelező hozzájárulásokat, mindenki csatlakozzon. És egyébként a csatornázással összegyűjtött szennyvízzel mi lesz? Ezt hova vezetik? Ezt a DMRV által Szentendre déli részén, a Derapatak mellett működő szennyvíztisztítóba vezetik. Egyébként azt is el kell mondanom, hogy a DMRV is nyert egy pályázaton, és azt a szennyvíztisztítót is fejleszteni fogják, mert nyilván ezzel a 3800 érintett ingatlannal, ami az egész térségben szerepel a projektben, azért jelentősen megnövekszik az a szennyvízmennyiség, amit oda kell vezetni. Mi a teendő még? Tehát, hogy van-e valami, amire még a lakosoknak fel kell hívjuk a figyelmét a csatornázással kapcsolatban? Tehát, aki eddig esetleg még nem csatlakozott, az hogy teheti ezt meg? Hol jelentkezhet? Igen, elindult a közelmúltban a csatornázási projektnek a hivatalos honlapja, ez a www.dunakanyaricsatornázás.hu. Ott mindenféle elérhetőség megtalálható, tehát ott tudnak jelentkezni, illetve információkat kérni, de szentendreieknek azért elmondanám, hogy továbbra is működik, ugyan a GÁD projekt lassan véget ér, de a szentendre1000év.hu oldal, ahol szintén minden megtalálható a csatornázásról, és itt található egy olyan e-mail cím is, hogy csatornázás@szentendre1000év.hu, onnan én kapom meg a leveleket, és ha bárkinek bármi kérdése van, akkor nagyon szívesen válaszolok rá, segítek elintézni a problémákat, és szeretnénk majd tartani egy mondjuk, lakossági fórumot és a csatornázásban érintetteknek. Még ennek nincs pontos időpontja, amikor a kivitelezők olyan fázisba jutnak a munkájukkal, hogy már vannak konkrét információk akkor, és akkor ott mindenki felteheti a kérdéseiket, amit már egyébként most is nagyon sok érkezik, hogy az ő utcájában mikor lesz konkrétan feltúrva, mikor kezdődik az építkezés, de nyilván erre jelen fázisában a munkának még nem tudunk válaszolni. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk volt, és elmondta ezeket az információkat, további jó munkát kívánok. Köszönöm szépen. Köszönöm Önöknek is a figyelmet, és ha bővebb információra van szükségük, akkor tájékozódjanak a szentendre1000év.hu honlapon. Viszontlátásra!